Káosz a reptereken. Miért késik a gépen, miért nem indul időben? Miért várakozunk hosszan a kifutó pályán felszállási engedélyre várva? Mitől függ, hogy egy járatot törölnek-e vagy sem? Miért nem kapom meg a csomagom? Mit tesznek a légitársaságok, hogy enyhítsenek ezen a káoszon, ezen a helyzeten? Helyzetelemzés és tanácsok azoknak, akik a jelenlegi helyzetben is repülővel indulnak útnak. Vendégem a stúdióban, stúdióban Kránic Balázs, az Aeropark ligi Közlekedés és szakújságírója, és vele tart munkatársa Horváth Csaba is. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szia, felkosztom. jó napot kívánok! üdvözlök a hát... hallgatókat! Két Funkcióban is jelen vagy, nem csak mint szakértő, hanem fogalmazhatunk úgy, hogy károsult. Bár óvatosan ebben a szóval, de a lényeg az, hogy a közelmúltban repülőutatok volt, elindultatok valahova, majd eláruljátok, hogy hova, és hát saját bőrötökön tapasztaltátok ezt a helyzetet. Igen, úgy nagyjából tudtuk, hogy mire készülhetünk, hiszen mm. érkeznek folyamatosan, tulajdonképpen május közepe óta, június eleje óta hírek Európa minden országából, illetve repülőteréről. És hát végül egy szakmai útra mentünk, úgy tetszik, Skóciába, és az egyik hagyományos légitársasággal repültünk ki, és mondhatjuk a nevét KLM-ről van szó, Amsterdami átszállással a ba és talán ugye pont két hete ezen a napon jelentkeztem a legfrissebbekkel akkor telefonon edinburgh -ból. és igen, így visszagondolva, hogy négy napra amennyit repültünk, és arra mennyi késés jutott, azt valami egészen elképesztő volt így megtapasztalni, és akkor még színesedett a dolog, hogy Csabinak a bőröngyét el is Hagyták, és a legmegdöbbentőbb látvány, bármelyik repülőtérre mentünk, már pedig egy jó négy-öt reptéren megfordultunk, ez alatt a pár nap alatt, az az volt, hogy mindenütt hegyekben állnak az elkeveredett, elhagyott, félrement podgyászok. Csaba, mi történt veled a ott? Hát ugye én a bőröndügyben vagyok erősen érintett. Volt egy kabin amit vittem volna fel magammal a repülőgépre, viszont a beszálló kapunál ilyenkor van, hogy elveszik, vagy elkérik pontosabban a bőröndöt, hogy ugye nincsen annyi hely a felső csomagtárolókban, és akkor ezt leteszik a repülőgépnek a hasába. Tőlem is elkérték, úgyhogy ott hagytuk a repülőgép mellett az utas hídban, a közvetlenül a repülőajtajánál, és ez még felkerült a repülőgépre, ezt tudjuk, hogy felkerült a repülőgépre, ilyen belső információk azért eljutottak hozzánk, viszont utána eltűnt, tehát valószínűleg Amsterdamban nem sikerült áttenni ők a csatlakozójáratra, nagyon rövid időnk volt az átszállásra, és Edinboróban hiába vártam a podgyászszalag mellett, nem érkezett meg semmi. Azóta meglett? Még nem és egy a KLM sem tud róla semmit. Itt ugye rögtön a repülőtéren bejelentettük a földi kiszolgáló cégnél, hogy van egy elhagyott bőrönd, ott ki kellett tölteni egy egy ilyen forma nyomtatványt, azt leadni, majd ők is jelentkeznek, hogy ha tudnak valamit. Egyelőre még tőlük sem jött semmi, valószínűleg nem érkezett meg Edinboróba a bőrönd, vagy ha megérkezett, akkor ott van egy kupacnak az alján tetején oldalán, és várják, hogy majd eljussanak odáig is, hogy fel tudják dolgozni ezt a halom elhagyott bőröndöt, illetve be jelentve a KLM-nél is, a légitársaságnál is ott egy online formában, úgyhogy tudom követni a bőröndömet, van egy ilyen nyomkövető rendszer. Egyelőre még csak azt írja, hogy nem tudnak semmit, keres nézzek vissza később, úgyhogy így állunk most, de ugye itt a késedbőrön miatt egy kártalanításra, valamilyen kártérítésre azért számíthatok majd, ugye amit kint kellett vennem ruhákat például, azokra a blokkot azt el kellett küldeni a légitársaságnak, és akkor fel fogják dolgozni, azt a honlapjukon is írják, egy visszaigazoló e-mailt is küldtek róla, hogy türelmet kérnek, rengeteg dolguk van ugye most elhagyott podgyász tekintetében. Is. Foglal <laughs> is, pontosan, de foglalkozni fognak a dologgal, úgyhogy most, amit lehet tenni, be kell jelenteni azonnal a földi kiszolgáló cégnél, a légitársaságnál, és utána türelmesen várni. Két hete utaztatok, ugye? Így van. így van. Így van. Előrendőt. Mennyire jellemző ez a káosz? Azt lehet mondani, hogy jellemző. Tehát mm. engem nagyon-nagyon meglepett tényleg az a látvány, bármelyik repülőtéren megérkeztünk, és ahogy mentünk át a csomagkiadó csarnokon, hogy a szalagokon a nap végén így sokszor több tucat kavargott és jött-ment, ami egyszerűen csak kikötött az adott repülőtéren, de nem az volt a célállomása. Például Glasgow-ban ott nézegettük a összehalmozott podgyászokat, ezek így le vannak kordonozva a csarnokok különféle részén, Részein, hogy hogy jut el Glasgowba egy olyan bőrönd, amit San Franciscóban adtak föl frankfurti célállomással átszállás nélkül. Meg mit találtunk? Doha, Doha Los Angeles, Doha ha jól is emlékszem. Volt, igen, igen, nagyon. Tehát, hogy féle. ennyire mutatja a káoszt ez a, a bőrönd kérdéskör, és ez pedig ugye arra vezethető vissza, amiről két héttel ezelőtt is beszélgettünk, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak a repülőtereken szerte Európában, nincs földi kiszolgáló személyzet, és emiatt aztán a káosz is egyre jobban gyűrűzik, ugyanakkor a turizmus pedig berobbant. Tehát azt látjuk, hogy rengetegen utaznak, egyre több a járat, telt házasak a járatok, viszont létszámban, személyzetben ezt a repülőterek a pandémia óta sajnos nem tudták lekövetni. Honnan hiányoznak? Az emberek. Nagyjából mindenhonnan. Ez egy gyors válasz. Volt. Nagyjából mindenhonnan. A legnagyobb probléma, és főleg a központi repülőtereken, mint amilyen például Amsterdam vagy bármelyik londoni repülőtér, a földi kiszolgáló cégeknél van. Ugye a földi kiszolgáló szervezetek azok, amelyekkel az adott légitársaság szerződést köt, ha nincsen saját uh -huh. földi kiszolgáló szervezete, és ők azok, akik tulajdonképpen a teljes folyamatot, részben a teljes folyamatot végigviszik a check-in pulttól, az utas felvételen át, a repülőgépnek a kiszolgálása, tehát a csomagok kirakodása, berakodása. Nekünk is az egyik szakaszon az, hogy minden járat késett, az, az teljesen egyértelmű volt. Egy sőt, ugye azt számolgattuk utólag, hogy összesen 8 órát repültünk ez alatt a négy nap alatt, és 10 óra késés Jutott rá. Össze. így van. A legszebb az a hazaút volt Amsterdamból, amikor öt és fél órát ültünk a repülőgében az egy óra 40 perces repülőút miatt, és pont ezt akartam mondani, hogy késett a repülőgépünk, késett a személyzet, amelyik tovább vitte a repülőgépet, mert valahol a nap folyamán ők is megkéstek Európán belül, kitolták az indulásunkat egy órával, beszállítottak minket, majd bejelentkezett a kapitány, hogy hát az a probléma, hogy a bőröndök még nincsenek berakodva a repülőgépbe, de hogy ő azt számolja, hogy nagyjából egy 15-20 percen belül megoldódik egy, azaz egy ember jött ki a repülőgéphez, kis traktor vontató jármű nélkül, és még egyszer mondom, egy Amsterdami Skipol repülőtérről beszélünk, kézzel húzigálta ezeket a bőröndös kocsikat, egyedül rakta be a száz nem tudom hány bőröndöt a repülőgépnek a csomagterébe, és pont amikor végzett, jelentkezett újra a kapitány, hogy ezzel meg vagyunk, tök jó, de lekéstük az indulási résidőnket. Ugye ezek azok az úgynevezett 15 perces lotok, amit ha eddig nem nagyon ismert valaki az utasok részéről, az idei nyáron biztos, hogy megismeri, és hogyha ezt a kis időablakot lekési a repülőgép, ennek sokféle változata van, akkor nem tud elindulni, mert vagy a célreptér nem tudja fogadni, vagy az egyik országnak a légiforgalmi irányító cégénél olyan kicsi az áteresztő képesség adott időszakban, hogy nem tudják fogadni a gépet, úgyhogy közel két órára a földön ragadtunk. Úgyhogy a nem is tudom, 8 óra 45 perces indulás helyett valamikor éjfélkor tudtunk elindulni Amsterdamból. Tehát ez a másik probléma, hogy nincs földi kiszolgáló, és bizony a légiforgalmi irányítóknál is Európa számos országában hiány van. Szerintem azokat a hallgatókat nem lepte meg ez a 4-5 óra, akik gyakran utaznak nyáron. <kül> csoportos utazással, ugye csárterjárattal vagy diszkontjárattal, mert ott azért előfordult még békeidőben és a járvány előtt, hogy három-négy órát ott kellett várni egy kisebb repülőtéren, de azért az meglepet, hogy nagy légitársaságok sem tudják biztosítani a pontos Most került föl pár nappal ezelőtt egy egészen megdöbbentő videó több repülőtérről, de a leglátványosabb megint Amsterdamra visszatérve, hogy az utas biztonsági ellenőrzésre a parkoló felüli oldalon, tehát a földi oldalon, kilométer hosszú sor várakozik, és már ilyen ideiglenes sátrakat raktak ki. Ezt már tudjuk hetek óta, hogy adott esetben egy ilyen repülőtéren 6-7 óra is lehet, amíg az ember átesik az utasbiztonsági ellenőrzésen. És akkor a csekéről még nem beszéltünk. Szóval, ha nézzük a legfrissebb híreket, éppen tegnap jelentette be a londoni Heathrow repülőtér, hogy azt kéri a légitársaságoktól, hogy az idei nyárra, és most július közepe van, ne adjanak már el több jegyet, és korlátozzák a napi induló utasoknak a számát százezer főben, mert nincs többre kapacitásuk. És a főszezon most kezdődik. És a főszezon igazából most kezdődik, így van. Legegyszerűbb kérdést teszem föl, ami biztos, hogy megfogalmazódott a hallgatókban. Miért nem vesznek fel több embert? Ezen vannak most már hosszú hetek óta, sőt hónapok óta, meg főleg ugye tavasz óta, amióta látszott, hogy azért ez egy nagyon-nagyon erős szezon lesz. Sok jel erre mutatott, ezt mindenki tudta az iparákban. Csak ugye érintőlegesen már beszéltünk róla két héttel ezelőtt, hogy ez azért nem az a műfaj, hogy gyorsan felhívok egy állásközvetítőt, és akkor kiválasztok tíz embert, és ő holnaptól a forgalmi előtéren, vagy bármelyik pozícióban dolgozik. Itt miután érzékeny infrastruktúráról beszélünk a világ összes repülőterén, Megvannak azok a bizonyos folyamatok, amiknek végig kell menni, és ez adott esetben több hét is lehet, vagy extrém esetben több hónap, hiszen begyűrűzik ez a leterheltség a hatóságok felé. Tehát bárki, aki repülőtéren dolgozik, ez nemzetközi előírás, egy elég komoly hatósági vizsgálaton kell átesni, hogy nincs -e olyan priusza, ami miatt nem lehet odaengedni a repülőgéphez. Hogyha ez megvan, akkor utána különféle tanfolyamokon kell átesni, ami a munkakörtől is függ, hogy milyen felkészítésen kell részt vennie, milyen tanfolyamon kell részt vennie, ennek is van egy átfutás ideje, vizsgák, akkor mire kiállítják a megfelelő dokumentumokat, megkapja a megfelelő jogosultságot. És a repülés az bármilyen munkakört nézünk, akár pilóta, akár utas kísérő, akár földi kiszolgáló, mindig a frissítő képzésekről szól, az újra és újra vizsgázásról, hogy teljes mértékben up-to-date legyen mindenki. Szóval ennek pláne ekkora tömegnél, tehát amikor sok tízezer ember hiányzik egy repülőtéren, és pont most néztem az adatot, hogy világszinten több mint kettő millió ember hiányzik a légi közlekedési iparágból, ennek azért van egy átfutási ideje. Értem, de ti is, amikor abban a helyzetben voltatok, hogy nem volt meg a bőrönt, hogy késtetek, akkor azért nem, voltak ennyi, nem voltatok ennyire humánosak, hogy azt mondjátok, hogy hó, hát persze megértem, bajban van a légitársaság. Keresnek embereket, ezt is elmondtad, de jelen pillanatban mit tehet a légitársaság, hogy a mostani helyzetet enyhítse? -e Légyen tenni bármi? Hát sok mindent ugye nem tudnak, ők is részben kényszerpályán mozognak. Azt lehet látni, hogy a járatörlések azok részben pont az ilyen kapacitás hiány miatt vannak, illetve hát van egy másik probléma. Amikor a személyzet, ezt nagyon kevesen tudják a hallgatók közül is, hogy valaki elmegy korfura, akkor azt gondolják, hogy az a személyzet, az a paszt csinálja, hogy felszáll a repülőgépre mondjuk Budapesten elviszi a gépet korfúra, és visszajönnek Korfuról, és ott végeztek. Nem. Utána ők mennek még egy kört Európában. Uh -huh. És őnáluk a munkaidő limitálva van. Nagyon-nagyon szigorúan. Megvannak a szabályok, hogy. Hány óra lehet ez adott napon? Nem mindegy, hogy hajnalban kezd a személyzet, nem mindegy, hogy délelőtt kezd a személyzet, hová mennek, van-e időeltolódás, van-e időzóna átlépés, és egy a lényeg, hogy amikor mondjuk reggelők kezdenek egy Budapest-London-London-Budapest -London, London -Budapest útvonala, vagy egy tök mindegy, hogy honnan indulnak, de mondjuk London a nyitóállomás, vagy mint látjuk Amsterdam, uh -huh. és ott összeszed a gép másfél-két óra késést, onnantól azt már elkezdi maga előtt göngyölni. És ha göngyöli, akkor le fogja késni a számára kijelölt szlotot, résidőt a következő repülőtérről. Akkor ott megint egy 45 perc hozzájöhet, egy óra hozzájöhet, másfél óra hozzájöhet, és a vége az az, hogy a személyzet kifuthat a munkaidőből. Ha pedig már az utolsó szakasz előtti fölszállásnál látják, hogy esélytelen, hogy úgy érkezzenek meg a célállomásra, akár hosszabbítás után is, hogy benne legyenek percre pontosan abban a limitben, akkor már nem indulhat el a személyzet. Tehát ez nem olyan, hogy jó fej a kapitány, és akkor ráhúz fél órát, mert az életben nem dolgozhat közben a, a légiközlekedésben, vagy utána a légiközlekedésben. Tehát ilyenkor, ha látják, hogy kifutnak a munkaidőből, már pedig most nagyon könnyű belőle kifutni, akkor nem indulnak el, és jön a járattörlés. És hát ugye itt a, nem is csak arról van szó, hogy akkor nem akarnak túlórázni, hanem az, hogy ez Én a biztonság, szóval tehát teljesen egészében a biztonság, fáradtan nem engedhetünk repülni senkit. Ti csak késztetek, idézőjelvel csak szócskát, <laughs> <laughs> jó sok órát. Itt dolgoztok, ezen a területen, tehát szerintem ti jobban megértitek a mostani helyzetet, de mit tapasztaltatok az utasok? Mennyire voltak szolidárisak? A légitársasághoz. Én azt gondolom, hogy abszolút látszott a személyzeten, hogy ők hiába a negyedik szakaszra készülnek uh -huh. az éjszaka közepén, mindent megtettek. Persze ez a, légitársaság a válogatja, hogy hogyan közelítenek az utasokhoz, de tényleg azonnal gondoskodtak mindenről. Hozták az ételt, elkezdte kitartóztani, kijött a kapitány, kommunikáltak, elmondtak mindent igazából. Uh -huh és teljesen jól viselte az utazóközönség. közönség. Teltházas járatról beszélhetünk, 190-en voltunk a repülőgépen, természetesen a három hangadó megvolt a repülőgépen. De ők de sem sokáig. De ő tehát sem egyébként sem sokáig. nem találkoztunk Balhézó utassal, igen, igen. úgyhogy valamilyen szinten ezek szerint mindenki elfogadta ezt a helyzetet az edimborói reptéren, és nem én voltam az egyetlen, aki oda mentem a földi kiszolgáló cégnek a pultjához elhagyott bőrön miatt, Hányan de voltatok? senki sem. Tehát egy járatról hány Hát az a baj, hogy nem tudom, mert mire én De kiértem. De ott hogy ránézésre biztos, hogy azon a járaton egy olyan 10-15 ember minden, érintett igen. volt, uh -huh. csak ugye mindenki foglalkozott a maga dolgával, és hát senki nem értette a helyzetet, hogy miért vannak olyan bőröndök azon a szalagban, ahová csak a mi járatunk volt kiírva. Sőt, a szomszéd szalagra, ahova nem a mi járatunk megy. volt kiírva, ott is voltak Amsterdami bőröndök, tehát hogy teljesen teljesen kaotikus volt. Illetve azért értünk ki egy picivel később a földi cégnek a pultjához, mert ott bent is volt egy pulta a szalagok mellett, csak ott nem volt senki. És mire találtunk egy repülőtéri dolgozót, egy, egy rendőrt egy vagy határőrt, akitől meg tudtam kérdezni egyáltalán, hogy akkor most mi a teendő. Ugye először mutatott az üres pultra, hogy ott nincsen senki, hát mondom, ott nincsen, akkor tovább irányított a másikhoz, hogy akkor menjünk el arra meg arra, és akkor ott megtaláljuk, és akkor előttem már azt hiszem csak ketten voltak ott a, a pultnál, de hogy előtte menjen, azt nem tudom, de egy ilyen nagyjából 10-15 minimum lehet. Igen, tehát abszolút a kommunikáció múlik minden az a tapasztalat, és ezeken a járatokon az összes látszott, hogy nem ma kezdték a szakmát. Egyébként nagyon érdekes volt látni, hogy ezen a négy szakaszon, ami repültünk, 50 év alatti légiutas kísérővel nem is találkoztunk, és ilyen igazi mogulok, felhős mogulok voltak ők, és nagyon jól kezelték a helyzetet, de az is nagyon szépen látszott, hogy ugye, ezt mindig szoktam mondani, hogy a repülőgép az egy zárt cső, tízezer méteres magasságon, meg a földön is, amikor másfél órát várni kell, de minden a kommunikáció múlik, és ebben ők nagyon-nagyon jól vizsgáztak. A másik, amit kérdeztél, hát minket annyira nem érintett meg a dolog, mert amúgy is az a hátizsákos utazó csapat vagyunk, meg ugye most is tulajdonképpen egy kabinbőrönt tűnt el, és nem egy három hónapra bepakolt <laughs> így van, így van. bőrönt, így ebből a szempontból. Tehát aki rugalmasan közelít ehhez a dologhoz, persze kellemetlen, hogy hát most pár póló nem érkezett meg, de ha valaki egy kicsit előrelátó, és ezt akartam pont mondani, hogy ha tényleg ez a kirúcanós utazás az, ami a nyára be van tervezve, akkor a hátizsákban, amit fölviszünk a bőrönbe, és úgyse adjuk, vagy a fedélzetre, és úgyse adjuk le, abban legyen kétváltás ruha. És akkor azzal már lényegesen egyszerűbben megoldható a probléma, olyan ne legyen, hogy nincs nálunk semmi a fedélzeten, mert tényleg bármi bekövetkezhet. Én így utazok. Tehát, hogyha Te is legyek, akkor biztos, hogy benne van a fürdőruha, a naptelj, egy pici törölköző, és amit említettél, a nélkülözhetetlen ruhadarabok picit összerakva, és én egyszer jártam így egyébként, hogy eltűnt a bőröndöm, de ez még a békeidőben volt, ahogy emlékeztem, és másnap már hozták is, és nagy szerencsém volt, mert hazafelé történt mindez. Kommunikáció azt mondta, ti nagy légitársasággal utaztatok, nagyon profi személyzettel. A diszkont és a csárteljáratokon mennyire jellemző ez? A hírek szerint, a sajtóban megjelent hírek szerint egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy Nincs akkora szakadék, mint ahogy ezt nagyon sok helyen mm. beállítják. Sőt, egyáltalán nincs olyan szakadék. Ö, más műfajról beszélünk, ugye? A fapados vagy diszkont légitársaságoknál azért is más a helyzet, ott nem foglalkoznak, nem kell azzal foglalkoznia a személyzetnek, hogy elírja az utasa csatlakozást. Azért, mert a diszkontok túlnyomó többsége azt mondja, hogy ő point to point, tehát uh -huh. pontból pontba repíti az utast, és a köztes állomáson nem lehet egy foglalási számon, Átszállást váltani, hanem az egy külön dolog. És ha te azt nem éred el, akár most, akár békeidőben, akkor ő arra azt fogja mondani, hogy bocsánat, én nem mondtam, hogy az egy csatlakozó járat. Szó nincs erről. Tehát ezeket érdemes úgy elég alaposan átnézni, hogy hol mire szerződünk. Ezt mindig szokták ugye mondani, hogy azt a 25 oldalas utazási szerződést, amikor megváltjuk a repülőjegyet. Ezeket a nően érdemes megnézni. De nagyjából én azt gondolom, hogy a diszkontoknál sincs, illetve a Tereknél sincs ilyen jellegű probléma, sőt, rengeteg is dolgozik olyan légitársaságnál, amelyik ilyenkor ezeket a klasszik nyaralós járatokat bonyolítja, és tudom, hogy hogy csinálják. Mert egyszerűen muszáj, ez a légjutás kísérőnek és a pilótának is a dolga abban az időszakban, hogy ott ülünk másfél-két órát, már mindenki indul, és ugye sokkal rosszabb a helyzet, amikor kifelé tartunk, és uh -huh. már mindenki tűkönül, hogy érkezzünk meg a tengerpartra, és már megvan a program. Na persze, akkor el tud szabadulni egy picit a, hát nem mondom, hogy a pokol, de az indulatoknak a sora mindenféleképpen a fedélzeten, és hát erre megvannak. A megfelelő trükkök, hogy hogyan hűtik le kedvesen mosolyogva az utasokat. Egyébként egy kis színes történet. Három évvel ezelőttről, még a pandémiáról, érkezett egy járat ide Budapestre az egyik görög légitársaságnak a repülőgépe. Eleve már késés volt, és kialakult valami zivatar itt az ország középső részén, amiatt nem tudtak leszállni, fél órát körözött a repülőgép, mire lejöttek már, bőven elkésték az indulási résidejüket, beszállítottak, és kaptak egy két és fél órás szlotot vissza a tém felé, vagy valamelyik Görög-sziget felé, és hát egy picit elkezdtek az utasok hőzöngeni, mert hogy már nagyon-nagyon sokat vártak a terminálon is, és úgy oldotta meg a személyzet, hogy kiállt a kapitány, és közölte, hogy hát most lesz időnk bőven, úgyhogy hármasával lehet jönni szelfizni a pilóta fülkébe, és az utasok, mint a kis angyal. Úgy viselkedtek, és így gyakorlatilag két és fél óra alatt megoldódott a probléma, és pont végigfutott a teljes utazóközönség a szelfivel, mikorra indulni tudtak. Nagy repülőtereket említettünk az elmúlt percekben, és egy kicsit térjünk haza. Mi a helyzet Budapesten? A ti történetektek alapján ott minden rendben ment? Itt is késéssel indultatok? Bocsánat. Az Igen, mert eleve késve érkezett a járat. Késve érkezett a, a járat, tehát hogy ez nem biztos, hogy a budapesti személyzet miatt biztos, nem, volt. Biztos, hogy, így hogy van. nem. Biztos, hogy ezt ki is mondhatjuk, de általánosabban mi jellemzi a budapesti reptereket. Ezt már ugye a Budapest airport is kommunikálta korábban, hogy ők igyekeztek előre menekülni, és uh -huh. egyébként ezt teljes mértékben tapasztaltuk mi is, és látható is, hogy pillanatok alatt be lehet jutni az utas biztonsági ellenőrzése, pláne, hogyha az ember fölkészül az utazásra, és tényleg ugye nagyon sokan már nyomtatják otthon a beszállókártyájukat, vagy telefonon hozzák, nem mennek oda a check-in pulthoz, ha csak nincsen feladott podgyászuk. Tehát mi tulajdonképpen egy 10 percen belül Nagyjából. szerintem bent voltunk a tranzitban, és nagyon flottul megy, és egyébként ezt a nemzetközi sajtóban is megírták, hogy Budapest azon kevés kivételek közé tartozik Európában, van még néhány ilyen repülőtér, ahol megvan a szezonhoz megfelelő szakember létszám. És pont ugye most volt pár héttel ezelőtt szintén egy ilyen csomagos probléma, hogy nem pakolták ki az Igen, egyik utolsó érkező járatnak a csomagját de akkor is nyilatkozta a, a, repülőtér, hogy a földi kiszolgáló szervezeteket, hogyha jól emlékszem és pontosan érzem, nyomás alatt tartják annak érdekében, hogy gördülékeny legyen a kiszolgálás. Tehát itt igazából mi pillanatok alatt bejutottunk, és pillanatok alatt ki is jutottunk. Annyi volt, hogy a járataink ugye megkéstek már az előző szakaszokból. És ugye van még egy nagyon érdekes meg illetve, dolog. Amit, amit még Budapesten mi is láttunk, hogy ugyanúgy állnak a bőröndök halomban a polgár szalag mellett, tehát itt is, itt is ugyanaz jelentkezik, de egyébként gördülékenyen mennek a folyamatok. Így van, tehát alapvetően nem ezen kell aggódni. A másik pedig egy érdekes kulisszatitok, csak így a, az utasok közé, hogy mennyire felé, hogy mennyire bonyolult világról beszélünk. Azt ugye az előbb már elmeséltem, hogy egy nap a személyzet általában négy-öt szakasz szokott lerepülni, könnyű, így ebből a szempontból megkésni, de vannak olyan légitársaságok, ahol a személyzet úgy repüli le ezt a négy-öt szakaszt, hogy fél időben még repülőgépet is cserél. És hogyha az a repülőgép megkésik valahonnan, és a személyzet késve tudja átvenni a repülőgépet, akkor az egy plusz változó tényező, ami ugye egy újabb gyűrűző hatást tud a nap folyamán kiváltani a menetrendben. És ebben volt részünk nekünk is, mert amit néztünk előre, hogy a budapesti járatunk, Amsterdamból Budapestre, a repülőgép egész nap nagyjából ilyen 20 perc késéseket szedett össze maximum, ott is volt időben Amsterdamban, viszont azért csúsztunk meg, azért volt ez az egy óra tervezett késés, mert a személyzetünk egy másik repülőgéppel érkezett késve hozzánk, úgyhogy ugye ebből adódott, és majd pedig utána még az, hogy nem pakolták be a bőröndöket, majd pedig az, hogy a cselégi forgalmi irányítóknak nem volt elég kapacitás, és még más kell várni. volt az áteresztő árni, képesség, így van. Így van. Uha. <laughs> Na, beszélgetésünk végén talán az egyik legfontosabb kérdés, mit tehet maga az utazó, hogy minél kisebb bonyodalommal járjon az idei nyári utazás? Türelem, türelem, és még több türelem, még több türelem és rugalmasság. És úgy hagyni, hogy sodródja az eseményekkel. Tehát mi például, amíg vártunk, addig repteret látogattunk. Jó, de mi őrültek vagyunk, és kíváncsiak voltunk <laughs> rá, hogy mi hogy történik. Az Amsterdami repülőtéren, meg a edinburgh meg Glasgow-ban azért elég <laughs> nagy terminálok vannak, hogy ott lehetett jókat sétálni. Meg azért érdemes az egyfajta éberségre is készülni, meg figyelni, mert hiába van kiírva délután kettőkor a járatinformációs táblára, hogy este nyolckor majd a 27-es kaputól fog indulni a repülőgép, egyáltalán nem biztos. Tehát pár évvel ezelőtt volt nekem is olyanom, hogy két óra alatt hatszor változtattak kaput a barcelonai repülőtéren, és az alatt a két óra alatt valami 7 kilométer gyalogoltunk a terminálban. Tehát türelem, készüljünk a nyaralásra, vigyünk olvasni valót, figyeljünk és hagyjuk magunkat csodródni az eseményeken, meg fog oldódni a dolog, csak lehet, hogy pár óra késéssel fogom megérkezni a célállomásra. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Az elmúlt percekben Kránic Balázs, az Aeropark légi közlekedési szakújságírója és kollégája Horváth Csaba volt a Spice vendége. Köszönöm még egyszer. Köszönjük el, szépen.